szeretettel köszöntöm a tiszteltes vendégeket. Azért jöttünk ma itt össze, Burján Laci bácsi sírjánál, hogy tisztelegjünk emléke és lelki szellemi hagyatéka előtt. Laci bácsi a helytállás, az emberség és mindenek előtt a szeretet küldötte volt. Töretlen helytállását számtalan díj és elismerés fejezi ki, de leginkább hívei, barátai szeretetet, amit ő minden világi elismerésnél többre becsül, és sosem felette el azt viszonozni. Ez a mai tisztelgésünk nem csak emlékezés egy egyszerűségében csodálatos emberre, halálának harmadik évfordulóján, de halálás is a teremtőnek, hogy nekünk ajándékozta az utóbbi életében. Hitem szerint ez arra kötelez bennünket, hogy híven megőrizzük emlékét és hitet tegyünk azon értékek mellett, amelyeket életében, tetteivel és szavaival vallott és képviselt. Tisztelettel felkérem Farkas Zsolt szőgyéni plébános urat, hogy idézze fel Laci bácsi emlékét és mondjuk ki már Laci bácsi végső nyugtájéről. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. És a Szentlélek. Kedves egybegyűltek, emlékezők, ezen a mai estén, délutánon megemlékezünk Monsignor Burján László esperes úrról, az általunk jól ismert Laci bácsiról, aki az életével példát adott arról, hogy milyen jó kereszténynek, embernek lenni, és milyen jó papnak lenni, aki valóban jó pásztorként a viharos időkben is követni tudta az ő nyáját, illetve vezetni is tudta a nyáját, amikor a zord történelmi korokban próbálták magyarságunkat, nemzetünket teljes mértékben megsemmisíteni, eltávolítani szeretteik köréből, és hát jó pásztorként ott volt velük, és vigasztalást nyújtott ezeknek az embereknek, családoknak. Sokak számára a keresztség szentségét szolgáltatta ki, vagy első áldozásban részesítette, vagy pedig ő kísérte utolsó földi útjára az ember. Sokakat ő vezetett az oltárhoz, hogy a szent igent kimondják egymásnak az ifjú pár részéről, és ő volt az, aki imádkozott az ifjú pár fölött is. Tehát élőkért, megholtakért tudott küzdeni az ő életében fontos volt számára az emberi léleknek az üdvössége. Ezért mi is hálát el szívvel, mindazok mellett, a kitüntetések mellett, amit a földi életében kaphatott, talán a legnagyobb kitüntetés az, hogyha a Jóisten maga mellé veszi, és maga mellé emelte az örök boldogság színhelyére, a mennyek országába. Mi a hálánkat a földi jótetteiért, és odaföntről, amit biztosan elmond miértünk is, mi is az imáinkkal pohászkodunk érte. Örök főpapunk Jézus Krisztus, Laci bácsi sírjánál jöttünk össze, és a halál komorsága, amely beárnyékolja az emberi életet, mégis valamiféle reményt ad az emberi szívekbe, hiszen a Jóisten szólít el ebből a világból, hogy örök békére lelhessünk. Mégis ünnepélyes pillanat az, amely Laci bácsi sírját körbeveszi. A te papod volt a ravatalan nyugvó halott, aki földi életében legfőbb feladatának az élet, az örök élet szolgálatát tartotta. Az élő Isten papja volt ő, Melkizedek rendje szerint, közöttünk élő Krisztust hirdette, az élő egyházat szolgálta, és minden papi szava, tevékenysége az örök élete üzenete volt számunkra. Kialudt ennek a szépen lobogó életnek eleven lángja, de ez csak látszat. Itt a Földön tovább él lelkipásztori munkásságának szellemi öröksége, ő pedig tovább él az örök életben. Ha el is ment közülünk, elevenen itt maradt mindaz, amit gyászoló hívei, emlékező közössége tanult tőle. Megmarad a sok emlék, amit ünnepek és hétköznapok eseményei idéznek róla. Megmarad a biztató tanítás. Krisztus azért jött, hogy a benne hívőknek életük
mégpedig bősége, szép életük legyen. Az itt emlékező hívei nagyrészt talán ő keresztelte, vagy tanította, a szentségek áldásával gazdagította. Sokakat vitt a szentségi Jézushoz az első áldozáskor, majd sürgette a gyakori szentáldozást, végül sokakat készített fel a Jézussal való utolsó találkozásra. Itt a temetőben is azok között nyugszik majd, akiket ő kísért ide az évek folyamán. Itt élt közöttünk, munkálkodott, imádkozott. Sokan nekik köszönhetik, hogy Isten népéhez, a te nyájadhoz tartoznak. Szent közösség fűzte össze híveivel, a pásztor a nyájjal, a nyáj pedig a pásztorral kölcsönös szeretetben élve. Mindenkinek mindene akart lenni, szíve jóságában minden hívét sajátjaként ismert. Szívének és otthonának ajtaja mindig nyitva volt kedves hívei, barátai számára. Most hát te is nyisd meg neki, Jézusunk, szívedet, az örök otthonnak ajtaját. Gyarlóságaink megítélésekor lásd meg szívében az érzést, hogy mennyire szerette híveit, és szeretett téged, Jézusunk. Mivel az élet az örök élet alázatos munkása volt, vedd magadhoz őt, és utalmazd meg azzal az örök élettel, amelyben élsz és uralkodol. Csodálatos bizalom az, hogy megváltó munkát folytatásával, kereszt áldozatot gyümölcseinek kiosztásával embereket bíztál meg, papjaidat hatalmaztad föl. Embereket választottál ki, hogy isteni terveidet itt a földön megvalósítsd. Itt, ezen a helyen, amikor megemlékezünk Laci bácsiról, testvérünkről, azok közül való, akiket hívtál, hogy hagyják el mindenüket és kövessenek téged. Papi hivatást választotta. Ő hallgatott szavadra, és az oltárnál találkozott veled. Ezért most nem gyászos pillanat ez számunkra, nem így látjuk az ő eltávozását, hanem ott látjuk a templomban, ahol ajkával az örök élet igéjét hirdette. Ott látjuk az oltár előtt, ahol kezével szent testedet érintette, és adta híveidnek. Látjuk keresztelni, hogy viruljon az élet tavasza, látjuk a koporsók mellett, hogy a gyászolókat az égiekre figyelmeztesse. Ott látjuk a gyóntatószékekben, ahol szíve, a te szíved jóságával örül a tékozdó hazatérésének. Látjuk a gyermekek között, a családi otthonokban, a betegek ágya mellett, de látjuk a templom csendjében is, kettesben a Mesterrel. Látjuk térdeplőjén, íróasztal mellett, vagy egyéb munkában elmerülten. Mindenhol illet rá a világ legszebb rangja, Krisztus küldöttje, Krisztus papja. Akárhol megfordul, mindig téged láttunk benne, Jézusunk, téged tiszteltünk benne, örök főpapunk. Ha néha elernyedt a hosszú úton, a tündöklő arcodat, Jézusunk, nem tudta mindig világosan megmutatni az embereknek, bocsáss meg neki, nézd el emberi gyarlóságait. Hálával emlékezünk testvérünk sok évi áldozatos papi életére, sok-sok buzgó imájára és kedves szavaira. Urunk Jézusunk, vedd magadhoz munkában és imádságban megöregedett, hűséges szolgádat. Éltesd új élettel, elfáradt, de mindig érted égő szívét. Ismételt meg neki a papszenteléskor kapott szent ígéretet, de pap vagy Melchizedek rendje szerint mindörökkön örökké.